Átalakulóban van a gazdaság, és átalakulóban van a magyar sajtó is, így hát nagyon fontos, hogy időről időre találkozzanak egymással, mondja Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Torna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője azon a találkozón, ahol a 100 legnagyobb megyei adózó adott egymásnak randevút abból az alkalomból, hogy a NAV és a megyei napilap ebben az esztendőben is elkészítette a róluk szóló kiadványt. Nyilvánvaló az, hogy a vállalkozók, a vállalkozások számára is fontos a megjelenés. Egyáltalán az, hogy mivel foglalkoznak, mit tesznek hozzá a megye gazdasági életéhez, hiszen ők a legfontosabb, a legfőbb munkáltatói ennek a megyének. Hogyha összeadjuk az összes itt dolgozó kisebb-nagyobb magyar vállalkozókat, akkor a legnagyobb munkáltatók. És nekünk, magyaroknak, Magyarországnak, a magyar kormánynak pedig legfontosabbak a saját vállalkozóink, mert hogyha őket nem tudjuk megőrizni, megerősíteni, akkor bizony megint csak azt fogjuk látni, hogy mint 2008-9-ben, hogy hatalmasan megduzzad a munkanélkülieknek a száma. A gazdasági fórum idei legfőbb témája a Paks 2-es beruházás jelenlegi helyzete volt. Nagyon fontos, hogy most már megkaptuk, talán reméljük az utolsó visszaigazolást is Brüsszel részéről, a bíróság részéről is, hogy helyesen járt el Magyarország, jól jártunk el, és ez az akadály is elhárult az elől, hogy tudjuk folytatni a projektet. Nyilván azzal szembesülnünk kell ebbe az aktuális nemzetközi környezetben, hogy lehetnek új akadályok, de a magyar kormány elkötelezett, meg akarjuk valósítani a Paks 2 projektet, hiszen mi a célunk az, hogy hosszú távon, megfizethető áron, szabályozható, tiszta villamos energiát tudjunk a lakosságnak és az iparnak is biztosítani. A gazdaság szereplői számára kiemelkedően fontosak ezek a találkozók, hiszen számos esetben ezek jelentik a jövőbeni tervezés egyik lehetőségét. Mondta Karcsmár Balázs, az Alice Kabau ZRT vállalkozási és üzletfejlesztési igazgatója, akinek véleménye szerint jelentősen átalakul majd a szektor az alapanyagok nehéz beszerzése és a zárolt fejlesztési pénzek hatására. Sajnálatos módon nagyon sokakat meg fog ez rázni, leginkább a mikrók és kisvállalkozások fognak bajba kerülni. Nem mondom azt, hogy a nagyobb cégeknek ez nem lesz egy nehéz időszak. Én azt gondolom, hogy rengeteg fúzió fog végbe menni, ami azt jelenti, hogy sok kis vállalkozás fog összecsatlakozni, hogy túléljék. Finta Viktor, a szervező Tolnai Népújság főszerkesztője azt emelte ki, csak jól működő gazdaság mellett lehetséges jól működő média felületeket életben tartani, és csak a korrekt együttműködés hozhat sikert mindkét terület számára. Ez egy nagy tradíció nálunk, hogy most már 17. alkalommal a NAV-val közösen elkészítjük ezt a Top 100 kiadványt, amit itt mutatunk be most ünnepélyes keretek között, úgyhogy köszönet illeti a NAV-nak a komoly munkáját, amit beletett ebbe, és hát ugye nagyon nagy köszönet a gazdasági szereplőknek, akik megteremtik az alapot, hogy legyen az embereknek munkájuk, legyen megélhetésük, mert hogy ebben a mai szituációban ez egyáltalán nem könnyű dolog. A megyei lista élén idén is a Paksi Atomerőmű ZRT áll, őket egy szintén Pakson üzemelő hidadástechnikai közműépítő cég követi. A harmadik legnagyobb adózó nem járult hozzá adatai és neve közzétételéhez.